A versenyhivatal elnöke a múltik nyerészkedését gyanítja az élelmiszerárak növekedése mögött. Rigó Csaba szerint azonban a kormányzati lépések, így például az online árfigyelő megtörték a drágulást. A rendszerindulása óta a 62 termék kategóriából 52-nél csökkentek az átlagárak, a szakértők már az év vége előtt egy számjegyű inflációt várnak a tojás, a kenyér és számos tejtermék. Többek között ezeknek az alapvető élelmiszereknek az árai is jelentősen csökkentek az előző hónaphoz képest, de a burgonya és számos gyümölcs, zöldség, valamint a baromfi hús is kevesebbe került. Az árak zuhanása nem véletlen, a kormány az elmúlt hónapokban több intézkedést is bevezetett, hogy letörjék az élelmiszerek árait. Az egyik ilyen a júliusban elindult online árfigyelő rendszer. Szakértők szerint többek között ennek köszönhető az árak gyors csökkenése. Az elmúlt időszakban ugyanis több nagy áruház is indokolatlanul megnövelt árrést alkalmazott bizonyos termékeknél. Ez derült ki a gazdasági versenyhivatal vizsgálataiból. A testület elnöke a kormány közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, arra utaló jeleket találtak, hogy a multik nyerészkedtek. Rikó Csaba kiemelte, az online árfigyelő rendszer azonnal árversenyt indított. El, ezért a legnagyobbak is kénytelenek voltak csökkenteni az árakon. Lényegében a cukor kivételével valamennyi termék jelentősen csökkent, még a 2021. október 15 i árhoz képest is, tehát az árfigyelő rendszer ellenőrzésre is jó, ráadásul szeretik a magyar emberek, és árlejtésre, napi árversenyre készíteti a multikat. Számunkra a magyar emberek és a magyar családok az elsők. A multiknál átlagosan a liszt 52%-kal, a napraforgó étolaj 40%, a tojás 38%-kal lett olcsóbb az előző hónaphoz képest. Elemzők szerint az élelmiszerárak csökkenésének köszönhető, hogy júliusban az infláció 17,6%-ra mérséklődött, amire tavaly augusztus óta nem volt példa. Nem csak év végére, hanem már októberre is egy infláció lesz Magyarországon. Korábban sokan kétkedve fogadták a kormány azon vállalását, hogy az infláció év végére egy számjegyűre csökken. Mostanra azonban egyre valószínűbb, hogy már a következő hónapokban 10% alá csökken a pénzromlás mértéke. Erről beszélt a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője az m 1 Sebestyén hozzátette, várakozásaik szerint ezzel együtt a reálbérek is emelkedni fognak. Egész Európában volt egy komoly csökkenés, tavaly is és idén is. Tavaly Magyarország még megúszta, egyetlen országként az összes OECD ország közül, hogy csökkenjen a reálbér, nálunk mind növekedett, de minden más OECD országban csökkent. Idén mi se tudtuk ezt eddig megúszni, de hogyha az infláció úgy alakul, ahogy ezt várjuk és látjuk, akkor év végére már az idei béremelések azok magasabbak lesznek, mint az idei inflációnak a szintje, tehát idén is növekszik a fizetésünknek az értéke. Sebestyén Géza hozzátette, jelenleg a dinamikus infláció csökkenés időszakában vagyunk. A szakértő kiemelte, éves szinten összességében már most csak nem a felére csökkent az élelmiszerinfláció a tetőpontjához képest.